2019 első hónapjaitól a szakképzési centrumok élére kancellárokat nevezett ki a magyar kormány. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint az új poszttal hatékonyabbá válhat az oktatás színvonala, és a pályázati források minőségi felhasználásának köszönhetően még tovább fejlődhetnek a szakképzési intézmények. Ketté válik az irányítás, egy szakmai irányítás és egy pénzügyi gazdálkodás irányítási területre. Így 2019. március 1-től én kancellárként működök a szakképzési centrum élén, illetve 2019. május 1-től pedig Anda Zoltán eddigi főigazgatóhelyettes kollégám pedig a főigazgatói posztot tölti be, aminek keretében a szakmai irányítást végzi ő. Tehát ő a pedagógusok munkájáért és a szakmáért felelős, én pedig a működtetésért és a gazdálkodásért vagyok felelős a szakképzési centrumban. A vezetői átszervezést követő időszak első projektjei közé tartozik a 120 tanórás ingyenes idegennyelvi képzés. A programra azok a 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek, akik legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkeznek. A lényege, hogy egy 120 órás képzésen vehet részt, aki jelentkezett. A 120 órába, ha kezdő, akkor az A1 szintet célozzuk meg, ha viszont nem kezdő, akkor a A1, B1 szintről egy következő szintre kell eljuttatni a résztvevőket. Megfelelő számú résztvevő esetén a képzéseket a következő 3 évben folyamatosan indítják. Egy csoporthoz 10-14 azonos nyelvismerettel rendelkező jelentkező szükséges. Jelentkezni a Nagykanizsai Szakképzési Centrum honlapján megtalálható regisztrációs lap kitöltésével lehet.